Sziasztok! Szántó Péter vagyok, ma pedig bemutatom a kreatív, produktív home office stúdiómat. Ez egy egyfajta túr, amiben láthattok rengeteg DIY megoldást és apró trükköket. Mindent úgy igyekeztem kialakítani, hogy leginkább szolgálja azt, hogy inspiráltan tudjak dolgozni. Kezdjük az introval szokásosan. Kezdjük az asztallal, hiszen ez egy eléggé központi eleme ennek a térnek. A márka, amitől vettem, az az Anonymous. DIY Smart Desk Kit, ez annyit jelent, hogy nem vettem külön hozzá egy asztallapot, erről mindjárt beszélünk, viszont ugyanúgy megkapom azokat a kényelmi dolgokat, mint hogy állítható magasság, elektromosan ennek amúgy négy programozható funkciója van, én beállítottam a székemnek, beállítottam a kis gumilabdámnak, és persze arra is, hogyha álló formátumba veszek fel, illetve dolgozom, az egy ilyen kis báros feeling, akár lehetnénk úgy is, hogy közbe is és úgy funkcionál, mint egy bárpult. Nagyon könnyű volt összeszerelni, iszonyatosan stabil, nagyon nagy a teherbírása, ezt is imádom benne, és nem utolsó sorban 5 év garancia van rá. Az asztallapot a bauhaus vettem, egyszerűen azért, mert ott találtam azt a dizájnt, ami nekem a legjobban tetszik, az a neve, hogy Exclusive Holt. Egyedi méretezésű, ott nekem méretre vágták, 180x80-as lett az asztal, így tényleg minden elfér rajta, és ami egy kis apróság, illetve nagy dolog, hogy még strapabíróbb legyen, az az, hogy Kettő asztallapot, ilyen munkalapot egymásra elcsúsztatva tettünk. Ez azért jó, mert a hátulja, ugye az van lejjebb, oda tudom az dolgokat, amik kellenek az asztalra, de nem annyira dekoratív, tehát kábelek, állványok, a hangfalam is ott van, és ezeket szépen el tudom fedni a szintkülönbségnek, köszönhetem meg ugye egy MIDI keyboard, egy ilyen elektronikus zongora itt van, úgyhogy még stílusosabb ezáltal. Amit még érdemes elmondani: hogy az a munkalap, amit vettem, a háttérben, a a porcokon is ezt láthatjátok, illetve a nappaliban, az étkezőben a kitaláltam, hogy miért ne annyira jól néz ki, így az ebédle asztalunkon is ugyanez a munkalap van. De nem csak az asztalnak a tetejét érdemes nézni, hanem az alját is, ott is nagyon sok érdekesség van, vettem egy nagyon olcsó IKEA Signum kábelrendezőt, ezt felrögzítettem, és ezáltal minden kábel eltűnik, úgy néz ki az asztal, mintha egy kábel jönne csak le róla, mindent a kábelrendezőbe beraktam, szerintem van 10-12 kábelem, oda el van vezetve, úgyhogy a hatás igazából az egész szobában annyi, hogy egy áramcsatlakozó lemegy az asztalból, illetve van még egy a lámpa, ami egy kicsikét belóg, annak a kábele látszik, hogy van, de amúgy kábelmentesnek tűnik a szoba, Imádom, nagyon jó. És egy extra trükk a kábelrendezéshez, meg hogy semmi se látszódjon úgy, az pedig a velcro. Ez kvázi egy ilyen tépőzáras dolog, és ezt, hogyha így le lehet tépni, és hogyha letépjük, akkor rá lehet bármire csavarni, összetapad, és akár, hogyha mondjuk teszünk, én nagyon sok velkrót raktam az asztal aljára és ezért így hozzá tudjuk csiptetni, és akkor ott marad, tényleg sehol semmi sem látszik. Vissza az asztal tetejére, nézzük meg, hogy milyen ez a monitor és notebook setup, ezt is imádom, hogy nincs notebook talp, nincsen a monitornak egy talpa, hanem mindenki kvázi a levegőben lóg, és egy ilyen dupla tartón keresztül az egész egy ilyen úgy rakosgathatom, tehetem, ahova szeretném, amúgy az alzán vettem meg, az a ergoárm, a pontos megnevezése D05B tube, és 0 illetve O10B. Tehát az a helyzet, hogy jön egy tálca a két csatlakozóval is az alap ilyen kettes tartóhoz, viszont valamiért nem volt jó, ha ezt meg kellett hekkelnem, ezért volt ez a 010 10 b megfordítva rá lehet rakni, tudom változtatni mindenféle irányba, tehát tényleg olyan, mint amikor ugye egy állványon, gömbfejjel bármerre megyünk el, és akkor úgy van, ahogy én szeretném. Pont annyi közt hagytam körülötte, hogy amúgy fel tudok rakni egy Sony zv egyet kettő közé egy állványnak és a zoomomon. Így, amikor zoomkol vagy valamilyen hívásom van, akkor sokkal jobb minőséget tudok produkálni, mint a megbuknak a beépített uh, kamerája. Magára visszatérve az Alza az ergoármokra, nem a legjobbak, ezt érezni amúgy ugye build quality, tehát a felépítésében műanyag, plastik, van ilyen belső kábel elvezetője, de nagyon sok dolog nem fér be, lepattan, nem a legjobb, úgyhogy én igazából így alul kívül vezettem el az egészet, velcro megint használtam, és akkor a közepénél meg lemegy, és ez bemegy az asztal alján, amit előbb mondtam ebbe a tárcába szemből oldalról alig játszik benne, úgyhogy én ajánlom, mert ezek egy olyan 30-40 ezer forintok voltak, a nagymárkák azok ilyen 100 ezer felett vannak simán. Vegyük át, hogy még mi van az asztalon, hát maga a monitor, ami ugye nem az asztalon van, mert tartja ez az, az a Ergo az egy LG, vagy LG, ki hogy nevezi, 850W, ez egy 27 szolos monitor USB-C csatlakozással, ami azért nagyon király, mert ezt is egy kábellel össze tudom kötni a géppel, majd mindjárt beszélek arról, hogy hogy kötöm össze. A monitor alatt van egy átalakított egyedi ilyen frekvencia rezonálással működő, amúgy eredetileg harmankarton, mind bluetoothos, mind pedig összeköthető hangfal, nyilván ezt én összekötöm, mert így nincsen latency, tehát csúszás és még jobban jön a hangzás, talán majd a jövőbe beszerzek még valamilyen audio interfészt, vagy valamit, amivel még inkább jó lehet a hang, de én teljesen meg vagyok. És az üzenet? Szóval én teljesen meg vagyok elégedve vele, főleg egy ilyen szobába baromi jó, amúgy el szoktam vinni vitorlázásra, vagy szabadba is, és olyan durva hangot ad, hogy ide tényleg bőven elég, előtte pedig, ahogy már említettem, van egy zongorám, ez az Alesis V61, nem kellene ekkora, de ez volt akciósan és elérhetően akkor, és ez egy ilyen kis apróság, talán már mondtam, hogy elkezdtem a karantén elején több mint egy éve zenét tanulni, és rátaláltam a Melodics.com-ra, nagyon ajánlom nektek tehát ilyen ö, kézdobolás, zongorázás, illetve háttérben látható a dobarról is beszélünk. Ezekre tanít, úgy, mint hogyha valaki emlékszik még Playstation és Xbox-ról a Guitar hero -ba. Tényleg ugye a dobolással meg tudtunk tanulni egy alapszinten dobolni. Ez ugyanúgy kottaolvasás nélkül lehet mindenféle dolgot megtanulni. Most már tényleg ilyen kétkezes dolgokat is le tudok játszani zongorán, pedig soha nem tanultam. Imádom. Na de menjünk tovább, hogy még mi van itt az asztalon, illetve hogy rendezgetem az ilyen okos dolgokat. A notebook alatt van egy Digitus 12-es USB dokkoló egy hub, egyedül egy dolog hiányzik nekem belőle, az pedig, hogy nincsen Thunderbolt 3 vagy 4-es nagyon gyors átvitele, ezért a külső Winchester-em, ami egy, az egyik egy Samsung X5 1 ami Thunderboltos, brutál gyors, tehát most a M1-es megbuknak a belső SSD-jéhez képest is ugyanazt a, a gyorsaságot tudja hozni, ezért inkább ezt is ajánlom, hogyha már itt tartunk, és nem egy, upgrade-elt megbukott, hiszen így ezt fixen tudom tartani akkor is, ha cserélem a gépem, ugyanazt tudom hozni gyorsaságban, amikor editálok, vagy bármint dolgozok, tehát ezen tartom a nagy fájaimat, viszont sokkal jobb lenne, hogyha ezt nem direkt be, ez az egy plusz dolog, amit bele kell direkt beraknom a macbook hanem ugyanúgy a hábon keresztül menne, de ez volt egy 40 ezres háb, és ami meg Thunderbolt 3-as, azok ilyen 100-150 ezer forintok, és ez mindent kezel, bele tudom rakni a hangot, a külső vincsesztereimet nyilván a Samsungon kívül van egy Western Digital Duo 20 terabájtos, ami a backupom, gyönyörűen megy bele, ethernet kábelt, hogy a leggyorsabb internet jöjjön, kártyaolvasó, mikro is, meg sima SD is van benne, és van három USB sima 3.0-ás csatlakozást ahhoz viszont vettem egy Anker négyportos kiegészítőt, mert hogyha összeszámoljuk, ugye még vannak külső vinyóim, itt van a, a dobom, a zongorám, összekötöm az ev 1 emmel is, tehát a három port sem elég amúgy ebbe a digitusos alsóhába, amit fekszik a notebook alatt, ezért van egy kis kiegészítő, hogy tök jól lejön ez az anker, az semmi látszik nagyon, és ott alul tudom bekötni az extra különböző hábokat. Ha átmegyünk a másik oldalra, ugyanúgy egy anker eszközt használok, ami a alul tárcán elvezetve van a kábelek mellett, ugye mivel csak egy dugóm megy be, egy elosztom van, és oda megy be egy áram, ami kijön a, a asztalnak a tetejére, és ez egy 10-es USB hub, ami 60 wattos, tehát a 13-as megbukomat is baromi jól tölti, van benne gyors töltés, tehát hogyha nagyon gyorsan kell a telefonomat, iPad-emet, valamit töltenem, simán meg tudom abba is csinálni. Itt van szépen elvezetve az összes kábel, tehát usb c micro USB, sima USB, bármi, amit töltenem kell, oda tudom rakni, remekül funkcionál, és ez is egy kábellel, egy áramforrásból tudtam csinálni 10 kimenetet, amit ki se használok. Most, hogy megnézem, egy, kettő, három, négy, öt, ötöt használok belőle. Beszéljünk az asztal közepéről. Hát maga ez a fa tényleg olyan, amiről álmodtam, öröm ránézni, és a szürke fallal gyönyörűen kontrasztosan együttműködik, és, és belépek, és már inspirálva vagyok. Ugyanúgy, ahogy ezekre nagyon régóta vágytam, az elektromos asztalra, egy ilyen dizájnú ö, munkalapra, nagyon szerettem volna egy gyapju ilyen asztal fedőt, amire rá tudom rakni a billentyűzetemet, és az egeremet. Amúgy ez egy Magic Keyboard, és ö, Magic Mouse 2 alig várom, hogy legyen már a, a különböző színekben és id ellátott, ami most az M1-es iMac-ekkel kijött. Majd ott, ott nyilván egy fekete vagy valamilyen sötét szürke verziót fogok megvenni ezzel tökéletesen középen van a monitorom előtt, és úgy csináltam meg, mert van egy trükk az asztalból, hogy elmondtam, hogy sok DIY megoldás van, Youtube-on láttam egy videót, ahol úgy tölt elektromosan, a, vagy wireless ugye, kábelek nélkül az asztal, hogy nem is látszik, nem rajta van ez a kapacitív töltő, ezt úgy hívják amúgy, hogy ki kell marni az asztalt, kvázi egy megfelelő méretű lyukat fúrunk bele, így az alapból azt hiszem ilyen 10 centis ez a munkalap, azt ilyen fél millire abban a részben leszűkítjük, és vettem egy amúgy sem no name, de megnézem a pontos márkáját, Baseus Cable Wireless Charger, ami nagyon jó, hogy 15 wattot tud így kapacitív is ö, átadni, és tényleg amikor megvan a helye, pontosan a gyapjú filc mellett, elkezdi tölteni a telefont, és elég gyorsan működik, meg nyilván, ahogy mellettem van, csak le kell rakni, de nem látszódik annyira pohén, hogy így van ez az egész. Majd egyszer, hogyha mondjuk, mert most Androidon van, mondjuk visszaváltok iPhone-ra, akkor biztos, hogy valamilyen megszépes megoldással majd ki fogom cserélni. Ami egy érdekesség, hogy ezt is nyilván elvezetem az asztal alatt, és velcro rögzítettem be ezekkel a tépőzárak úgy, hogy mindig a legközelebb legyen az asztalhoz és működjön. Ahogy ugye mondtam, az asztal baromi hosszú, úgyhogy néhány dizájntárgyat is el tudok rajta helyezni, vagy néha nem annyira szép, mint most a videóban megmutattam, mert nyilván össze-vissza is tudok rajta pakolni. De ha a dizájntárgyakról beszélünk, akkor van egy bonszáj, egy orhidea, egy gyertya rajta, és amúgy a kis gyapjú balra ott van a kávésbögrém és az alátét. Az alátét egy nagyon fontos dolog ugyanis ez austin van, a South by southwest szereztem, és egy ilyen nagyon jó emléket ad, hogyha ránézek, és két bögrét szoktam használni, az egyik a Global Startup Awards, ami 2019-ben Kínába került megrendezésre, és meghívtak, vagy azt a bögrét használom, vagy amit a videóban láthattatok, egy google barátomtól kaptam egy eredeti YouTube-os kávés bögre, ami azért mégiscsak autentikus. Na nézzük a szoba többi részét. Ami legyen a polc. Mindig is vártam egy ilyen dizájnú polcra, amúgy ezek ilyen lefolyó csövek, amiket mat feketére befújtam, és így csatlakoznak fent a falhoz, rögzítve vannak. Szerintem nagyon királyú néz ki a mat fekete a szürkével, és ez a mély barna munkalap, ahogy oda lett készítve. Nyilván dizájnos a háttér, van rajta pár fény, és amit nem mindennaposan, de azért lehet, hogy hetente használok, vagy valamilyen eszmei értékkel bírnak számomra, azokat tettem ki, objektíveket, van egy törött drónom, ott pihen az amerikai egyetemnek, a USC-nek a kis zászlaja, egy nagyon jó barátomtól kapott kis Captain Amerikás Lego figura, tavaly letettem a vitorlás van egy kötél, amint gyakoroltam, az is ott lóg. Ez az egész egy tök jó egyben ö, esztétikailag is jól néz ki, praktikusan is, úgyhogy nagyjából ez a polc, még megnézem, hogy kihagytam-e bármit. Hát ö, igen, lent vannak ilyen hátizsák, kábel, melebre álványok, fotós kiegészítők, néhány újság, névjegykártya van benne, ott van ugye a világításom, könyveim, egyetemi okleveleim, kitüntetéseim, csak hogy így eltéve meg, hogyha nem viszem magammal, akkor ott fent tud pihenni még a DJI Ronin RSC2 is. És most térjünk át arra, amin ülök, a székre. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogyha sok órát töltünk naponta a székünkön. Én mindenféleképpen egy olyan széket szerettem volna, aminek van nyaktámlája, és a legtöbb ilyen székkel az a baj, hogy fölle megy, meg lehet így egy ilyen forgási szögbe irányítani, de előre nem. Ez pedig lehet annyira előre, hogy ahogy ülök, folyamatosan tartja a fejemet. Nekem valamiért sokszor fáj a nyakam, a vállam, ezért nagyon így tudok ülni, és úgy állítottam be a széknek a magasságát, ahogy kell, hogyha én alácsúszok, az asztalnak, akkor pont még elfér, amúgy az elektromos asztalnak az irányítója alatt is bemegy, így tökéletesen pihen a kezem, és ahogy dolgozom, ad egy támaszt, amúgy az is fontos, hogy a karfákat ne csak föl le tudjuk, hanem oldalirányosan, hiszen más a szélességünk irányítani, beállítani, ezt is meg lehet, lehet az, hogy a párna mennyire előre vagy felmenjen, és van egy lombard szuport, tehát itt ennek örülnék, ha még előrébb jöhetne, lehet van valamilyen kis gerincferdülésem, de úgy lenne a legkényelmesebb, de így is van egy tartás, amit az előző egyáltalán nem olyan brutál székeimhez képest imádok, és nagyon-nagyon és örülök, hogy végre lehet egy ilyen székem, amúgy ajánlom az irodai székhu rengeteg választék van ilyen vezetői forgószékekről, amire már lehet is rakni, vagy van rajta nyaktámasz, lombard szuport, ilyen 30 ezer-től határa csillagoség 300 ezer forintig mennek, nézzétek meg az irodai székek.hut, t nem a reklám csak tényleg, itthon alig találtam olyan helyet, ahol ennyire profi és nagy választékú helyek vannak. Na de ennyit a székről. Bár annyit még elmondanék, hogy ha már szék, akkor alatta van ilyen IKEA kart mentesítő ilyen mat lapok, amiket le lehet rakni, hiszen ahogy görgetem a székemet, bármi lehet, ha pedig nem a székem, akkor vagy az állvány, vagy a Siri akár felkaparhatja, de most amúgy vagyok egy másik nagy projektbe, hogy már ilyen félig talán jobb a hang, nagyon remélem, hogy jobb a hang, hogy most veszek fel, de szeretném még inkább hangkezelni ezt a szobát, és mindenki azt mondja, hogy szőnyeg, 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 úgyhogy lehet, hogy én nem szeretem a szőnyegeket valamiért, az alap dizájn gyönyörű a padlóm is, jobb úgy, de a hang miatt szerintem be fogok szerezni egy széket, ott majd nehezebb lesz a, székkel menni, hogyha van alatta valamilyen Szönnyeg de hát valamit valamiért. És akkor a dob. Ahogy mondtam, az egy uh, Alesis Nitro Mesh kit. Imádom, ahogy a Gitár hero ugye beleszerettem, és egy barátom az Andris megtanított alapszinten dobolni, meg ezen is extrém szinten tudtam. Mindig is gondoltam, hogy majd egyszer visszatérek rá, és hát a Koronával és a melodixcom mal ez megtörtént baromi jó érzés játszani, tanulni vele amúgy dekornak is jó, bár most úgy, ahogy eltakarom, úgyhogy próbálok egy picit úgy menni, hogy lássátok, hogy ott van. Imádom, nagyon-nagyon jó a dob, hogyha kerestek valamilyen hobbit, amivel ö, ki tudjátok magatokat fejezni egy más módon, vagy a stresszt, frusztrációt, valamilyen alkotásba, kreatív dologba át szeretnétek, mindig szerintem egy festés lehet nagyon izgalmas, valamint a zenélés, a zenélésnek a tanulása. Majd egyszer lehet, hogy fogok beszélni arról, hogy mit fejlődtem, meg amúgy csinálok is zenéket Logic pro de majd máskor beszélünk róla. Folytassuk ezzel. Ha már stúdióról van szó, érdemes beszélni arról, hogy miként alakítottam ki ezt, hiszen ez mégiscsak elsősorban egy iroda, de egyben ugye rengeteg videót is csinálok, úgyhogy nézzük át ezt a nekem jobbra lévő oldalon van egy óriási, elég masszív állvány, amin a Szokani X60 nevű, szinte már értékarányban ez a legjobb outputú fény, egy nagyon nagy softbox, ezért is lóg be, egy 120-as nice photo elnevezésű softboxal tudok egy ilyen nagyon lágy fényt adni, és hogyha napközben veszek fel, akkor nagyon jó, hogy itt van amúgy ez a óriási üvegfelület, ablak és ajtó a teraszra, mert ahogy látjátok, ad egy kontúrt, nekem most ez a keylight, ha ez nem lenne, akkor vagy használnám, van egy Aputure MX nevű, vagy MC, nevű kis fényem, azt valahogy be lehetne ide tenni, illetve azt is lehetne, hogy ez egy brutál erős és nagy fény, van egy diffúzorom, akkor úgy, hogy ne lássátok valahogy felfelé betenném, és az is adna amúgy egy baromi jó kontrasztot, de most nem a fotózásról beszélünk. Van egy másik, az egy viszonylag gagyibb bálvány, amit leszeretnék cserélni, mert nem olyan masszív, majd veszek szíztendeket, ha nem ismeritek Google a barátotok, de a lényeg, hogy ezt is elég multifunkcionálisan lehet használni, van egy nagyon jó márka, Elgátónak hívják, és neki van egy úgynevezett multiarm és flexarm rendszere, ezt rá tudtam erősíteni erre az állványra, így nem az asztalon kell, hogy legyen, kívül, távol, bármilyen irányba tudom mozgatni, és azon van fixen, ahogy most néztek a kamerába. Ez az egyik, valamint a tetejére tettem egy boomarmot, az is egy elég jó minőségű, aminek a végén itt most pont nem látszik. Itt, hogyha top down view például, hogyha kicsomagolok valamit, nézzétek meg mondjuk a hátizsákom, egy nagyon király Peter McKinnos hátizsákom lett, azt mindig ebben a top down view-val, a boomarmal szoktam csinálni, illetve amikor nem egy ilyen love my van rajtam, akkor innen lefele tud jönni egy mikrofon, az sem látszik pont, tehát kb. akkor ide rejtem el, és itt előttem van akkor a mikrofon, tehát sokféle dologra lehet használni. Ez a kettő egy baromi jó. Ami nem látszik, illetve mögöttem most látszik, ami újdonság, ugye ez a DIY részébe a hangkezelése a szobának, hogy elég sok ilyen, egyet megmutatok, ilyen meg basszus csapda, különböző ilyen Hab, habok vannak, amikkel tudom ezt csinálni. És ahogy körbenézek, egy dolgot elfelejtettem, hogy hát amin pont vannak azok, a, mert még nincsen, majd így fel fogom ragazgatni a falra, de amin tartja, és amire most van ragva az a basszus csapda, ugye hát az kellett a dobhoz egy nagyon komoly dobszék, és egy ilyen kis apróság, hogy az Edda dobosának volt az az egyik dobszéke, és ez került így hozzám. Háttérbe ezek belinkelem majd a leírásba egy ilyen nagyon olcsó Amazonról kör rgb és letfény, ami szerintem tök jó dizájnt ad, hogy a háttérbe világít, és ami nagyon jó, hogy nem flikkel, tehát annak kell, hogy ilyen 10 euró volt mégis teljesen jól használható. Amit még szeretnék, lehet, hogy majd veszek egy második fényt, mint ez a szokani, még nem döntöttem el, hogy vagy az Zapucsörnek a 200X-ét, vagy pedig mondjuk a Godoxnak vannak RGB-s ilyen LED fényei, meg a másik, biztos, hogy láttatok már ilyet, ami egy ilyen fény, Cső, ez a a avotóbb nem lát a, a, gyártó, és van nagyjából 60 centis, vagy 1,2 méteres, vannak ilyen rövidek is, abból párat beszerzek, mert megint key nagyon jó háttérvilágításnak hogy egy ilyen neon cső megy, ugye nagyon jó a tehát nem fog így flikkelni, hogyha halljátok a kutyámat, azért elnézés. Meg amikor bírólokat forgatok, valamilyen kis image filmet, és szeretnék valamilyen hangulatot adni, ugye a különböző színeknek, a spektrum minden színek köszönhetően tök jól lehet azokat használni, ha egyszer meg lesz, majd úgy upgrade-elem ezt a teret. És hogyha körbenézünk, tényleg semmi izgalmas nincsen annyira még a, a szobába, oldalt pakolni szoktam pár dolgot, nagyon jó, hogy innen is ki tudok menni a teraszra, funkció szempontjából pedig funkció szempontjából még majd örülnék, hogyha lenne még egy tartom, van ez a Husky márka, ide beteszem, egyszer majd beszerzek egy ott, lehet, hogy ide, vagy ha majd lesz egy álom stúdióm, akkor oda, az is jó top-down ra vagy product és rengeteg hasznos tartó rész van benne, meg tudja, hogy majd a falamra is fogokat rakni, hogy csak így rá tudjak klógatni bizonyos dolgokat, vagy például tölteni, de ez a jövő zenéje. Úgyhogy ennyi volt ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted, mi az, ami tetszett, mi az, ami nem? Van-e bármi tipped, amit másként csinálnál, akkor azt hogy csinálnád? Írd meg kommentbe, beszélgessünk, vagy hogy milyen videót szeretnél látni, akár küldel nekem Instán, vagy e-mailen a saját setupodat, tök megnézném, akár egy ilyen összehasonlítást is csinálnék az egészre. És az elköszönés maradt! Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál és végignézted, hogyha most találkoztunk először és nem vagy feliratkozva, akkor nyomja a feliratkozás gombra, mellette a csengőt is nyomd meg. És a legtöbben úgy nézitek meg a videókat, hogy nem vagytok feliratkozva, úgyhogy ha tetszett, tényleg ezzel támogatsz engem is, sőt, hogyha úgy gondolod, hogy valaki pont ilyen home office berendezés gondolataiba van benne, akkor küld el neki is ezt, és remélem, hogy a következőben találkozunk. Szia, sziasztok!